Mai bevezetőnek azt a, azt a címet adtam, hogy folytatás és örökség, és mielőtt az igét felolvastam, így van egy kép, van egy minta, amit én rendszerint szoktam az iskolában alkalmazni, amikor a 19. századi irodalommal foglalkozunk. Ez pedig a polgári család felemelkedése és bukása. <laughs> Ez három generáció alatt általában végbe szokott menni. Úgy szokott történnie, ez a minta általában meg szokott ismétlődni, hogy van az első generáció, akik a semmiből felépítenek egy biztos egzisztenciát, értéket teremtenek, anyagi jólétbe kerülnek, ezt a generációt a folyamatos küzdés jellemzi. Tehát ez a generáció az maga a küzdés. Ezt követően jön a második generáció, az első generáció gyermekei, ők látják azt, hogy a szülők miként küzdötték végig az egész életüket, viszont mire felnőnek, addigra már a jólétben vannak. Tehát az ő életükben már nem a küzdés a jellemző, hanem a küzdés csökken, és általában a második generáció vagy kicsit növekszik még, vagy csak megtartja mindazt, amit az első generáció megteremtett. De az ő életükben már a küzdés csökken, és fordítottan arányosan nő a kényelem. És ezt követően jön a harmadik generáció. A harmadik generáció a küzdésből már semmit nem lát. Ők az unokák, ők már csak a jólétet látják, a kényelmet, és azt látják, hogy a szülők milyen kevés küzdéssel, milyen jól élnek. Hát akkor én is így fogok élni. És általában az szokott történni, hogy a harmadik generáció elkótya vetjéli mindazt, amit az első generáció megteremtett, és aztán kezdődhet előről a kör a negyedik generációval, amennyiben fel tud emelkedni. És én a Bibliából, ja és bocsánat, annyit hozzátennék, hogy ez nyilván nem csak az anyagi dolgokról szól, hanem mindarról az örökségről, ami generációról, generációról generációra öröklődik, hogy át tudja venni a következő generáció azt a hozzáállást, azt az attitűdöt, amit az előző generációtól láttak. Mit fognak továbbvinni? Mi lesz a folytatás? Hogy fog kinézni az örökség? Mi az, amit megőriznek? Mi az, amit nem őriznek meg? És én a Bibliában szeretnék most hozni három szemét, három nagyon ismert szemét, Ábrahámot, Izsákot és Jákobot. És ha megnézzük Ábrahámot, ő mint így az első generáció, a kihívott, akit Isten kihívott a maga családjából, megteremt egy új egzisztenciát, egy új családot alapít, kap egy ígéretet. És nagy kérdés az, hogy mit fog hozni a második generáció Izsák személyében és ezzel kapcsolatban szeretném felolvasni az első igét, az egy Mózes 26-24. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, mármint Izsáknak, és ezt mondta. Én vagyok Ábrahámnak, atyádnak istene. Ne félj, mert veled vagyok, és megáldalak, és megsokasítom az utódaidat Ábrahámért, az én szolgámért. És itt láthatjuk, hogy mindazt az áldást, amit megkap Izsák, azt azért kapja meg, amit az első generáció letett az asztalra, amit Ábrahám elvégzett. És nagy kérdés volt ezt követően, hogy hogyan viszi tovább Izsák, és látjuk, hogy Izsák jól viszi tovább az örökséget. Azt írja az egyik ponton az ige, hogy dús gazdaggá lesz, ha csak az anyagi részét nézzük. de Majd később a, a lelki vonalat is meglátjuk, hogy abban is sikerül teljesítenie. És az az érdekes, hogy a második generáció után van egy törés, hogy Jákob, mint a harmadik generáció képviselője, nem a kézbe ül be nem a kényelembe ül Mondjuk, ha meg is nézzük, nem, nem, úgy alakult Jákobnak köszönhetően az a családi millió, ahogy azt elképzelnénk, miután becsapta az édesapját, elég furcsán nézhetett volna ki egy családi ebéd, hogy a kisebbik testvér az anyával összefogja, becsapja a gyengén látó édesapát a nagyobbik testvér kárára. De ezt követően nehéz azt mondani, hogy jó étvágyat. Úgyhogy ott, ott kellett egy váltás, és Jákobnak ki kellett kerülni ebből a közegből. És ehhez kapcsolódva szeretném felolvasni a következő igét, ami azt mutatja, hogy Jákob, mint a harmadik generáció képviselője, ugyanazt az utat bejárja, mint amit Ábrahám, a küzdés. A küzdés lesz az életének a szerves része 20 évig. Az egymózes 31. részben találjuk ezt, ezeket az igeverseket a 38. verstől a 42-ig. Én már húsz esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, és nyájat nem ettem meg. Amit a vad megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt. Tőlem követelted a nappal lopottat ugyanúgy, mint az éjjel lopottat. Úgy voltam, hogy a nappal a hőségem éztett, éjjel pedig a hideg, és az álom távol maradt a szememtől. Én már húsz esztendeje, hogy a házadnál vagyok. 14 esztendeig szolgáltalak két lányodért, és hat eszendeig juhaidért. Te pedig tízszer is megváltoztattad a béremet. Ha az én atyám istene, Ábrám istene és Izsák félelme nem lett volna velem, bizony most üresen bocsátanál el engem, de Isten megtekintette nyomorúságomat és kezem munkáját, és megfedett téged tegnap éjjel. Egyrészt ebben látjuk azt, hogy számot ad arról, Jákob, hogy mennyi küzdelme volt az életeiben, másrészt pedig nem azt olvassuk, hogy csak Ábrahám Istenéről lett volna szó. Tehát az örökség részében már ott van Izsák is. Tehát ő továbbitte a lelki vonalon is mindazt, amit Ábrahám képviselt, és ezt az örökséget tudta továbbadni gyermekeinek is. És zárásképpen szeretném még felolvasni a 35. részből a 27. verset. És eljutott Jákob Izsákhoz, az atyához Mamréban, Kirjat Arbában, azaz Hebronban, ahol Ábrahám és Izsák élt. Tehát itt azt látjuk, hogy Jákob visszatért az édesapjához. Amúgy a tegnapi ifin Izsák életével foglalkoztunk, az ő történetével, és a végén beszéltünk arról, hogy mekkora öröm lehetett ez Izsáknak, hogy még életében viszont látta a fiát Jákobot, és már meglátta a magvát annak az ígéretnek, amit Isten ígért, hogy sok nép utódja lesz. Hiszen megjelent Jákob rengeteg gyermekkel, vagyonnal, gazdagsággal, tehát láthatta kicsiben mindazt, az ígéretet, amit majd Isten el fog végezni.